Sziasztok! Itt vagyunk ismét, és most a lábhoz fogjuk megtanulni jobb oldalon. És mivel már a lábhoz vezényszót elsütöttem ugye a balosan, jobb oldalon pedig az angolok közlekednek, ezért most kényszerűen a heel angol vezényszót fogom használni, ami egyébként a lábhoz jelenti magyarul. Ugyanazt fogom csinálni a kutyával, mint a sima lábhoznál, csak ugye értelemszerűen a jobb lábomhoz fog jönni a kutya. Mivel a kutya ezeket az alapokat már ismeri, sokkal gyorsabban lehet haladni ezen az oldalon, úgyhogy a kézmozdulat ugyanaz, mint ami a legelején volt. Benne a kezembe itt a kaja, kiteszem a kutya orrához a kaját, és csehesen ugyanúgy bepörgetem a kutyát a jobb lábam mellé. Mondom, bepörgetem. Ha nem indul meg, kicsit hátralépek, vissza előre, leültetem, és kapja a jutalmat. Szuper kon. Elmozdul, visszaültetem, szuper heel, szuper. Ez az ott marad helybe, akkor megkapná a következőt. Na most újra visszaültetjük, gyerünk, heel. Szuper. Koni. Azaz. Szuper. Látjátok, sokkal hamarabb leesett neki, hogy mi itt a feladat, mivel előbb leejtettem, most szaglászik megint össze-vissza. De amit bal oldalon már tud, ezt jobb oldalra hamarabb fogja megtanulni. Jó, most figyelünk egy kicsit, Koni, ül. Szuper. Figyel. Elmozdul, mindig visszaültetem, egy másodpercet szeretnék csak tőle egy helybe, és már kapná is a következőt. Ász! Vissza! Koni! Azaz! Szuper! Ez az! Jó, ez az első lépés, de el is fogok indulni vele. Jó, visszamegyek még kajáért. Töltöttük a kaját, kutyát szintén csehesen jobbra is, heel, nem mozdulunk-e, az szuper, nem mozdulunk-e, ez a szuper, ügyes vagy, ez az, és indulunk, heel, szuper, nagyon jó, heel, szuper. Ugyanúgy most kicsit több megvezetést használok, mint bal oldalom, hiszen a kutyának ez új, de már azért valamennyivel könnyebben tudok haladni benne. Ez szuper! Látjátok, hogy egy jobb oldalra a kutya még kvázi nem ismeri a feladatot, de bal oldalon ismeri a szabályokat. És egész egyszerűen sokkal gyorsabban kapcsol át a jobb oldalon, hiszen a szabályrendszer nem változott, mellettem kell maradnia, rám kell figyelnie, én a kezembe viszem a kaját, és mutatom neki az irányt. Ő ezt bal oldalon megtanulta, most csak annyi volt neki a nehézség, hogy jobb oldalon ugyanaz a feladat. Úgyhogy igazából a gyakorlás úgy fog kinézni, jobbra is, balra. Csak tükrözni kell. Jó gyakorlást, sziasztok!